Tisztelt Hölgyek és Urak! Ebben a videóban kaotikus rendszerek segítségével kétdimenziós alakzatokat fogunk létrehozni. Régi ismerősökket fogunk újból üdvözölni, mint a Julia vagy Mandelbrot halmaz, amit korábban talán mindenki leprogramozott. Most viszont nem csupán az alakzatok megjelenítésével fogunk foglalkozni, hanem azt is megértjük, hogy mit jelentenek ezek az alakzatok valójában, és milyen tanulságokkal szolgálnak számunkra. Kaotikus, dinamikus rendszert hozunk létre, ami lényegében egy iterált függvény, és azt szeretnénk, hogy ezen függvény által előállított pontsorozat valamilyen vonzó alakzatot mutasson be. A függvényünk iterációja során tehát egymás után következő pontokat kell előállítania, azaz a rendszerünk állapota most a kétdimenziós síknak egy pontja. Kényelmes ezt a kétdimenziós síkbeli pontot egy komplex számnak tekinteni, mert ebben az esetben az F rendszerfüggvényünk továbbra is egyváltozós, és nem kell a többváltozós függvények problémáival megküzdeni. Annyit fogunk tenni, hogy veszünk egy komplex értékű, komplex változós függvényt, és azt iteráljuk valamilyen kezdeti komplex számból elindulva. Ennek során egy komplex szám sorozatot kapunk, és a sorozat által meglátogatott pontokat ki fogjuk színezni. Nagyon egyszerű, komplex függvények, nagyon-nagyon komplex és érdekes képeket eredményeznek. Kezdjük először egy nagyon egyszerű függvénnyel, a z-négyzettel, és ezt fogjuk iterálni, ennek a viselkedését tanulmányozzuk. Érdemes a z-négyzet műveletet polár koordinátákkal is kifejezni, mert így az z-négyzethez közvetlenül geometriai tartalom rendelhető. Tehát ha a z komplex számunk abszolút értéke r, a fázis szöge fi, akkor a négyzetre emelés során a abszolút érték négyzetét kell képezni, a fázis szög pedig duplázódik. Induljunk el először egy egynél kisebb abszolút értékű komplex számból, azaz egy olyan komplex számból, ami az egységkör belsejében van, és alkalmazzuk iteratíve az z-négyzet összefüggést. A geometriai interpretáció szerint a négyzetre emelés során az abszolút érték négyzetét kell képezni, ha korábban az abszolút érték egynél kisebb volt, akkor a négyzetre emelés következtében még kisebb lesz, tehát a pont közelebb kerül az origóhoz, ugyanakkor pedig a fázisszöget duplázni kell, hát itt körülbelül a fázisszög 40 fok, tehát a művelet során közelebb kerülünk, a fázisszög 80 fokra változik, majd a ezt követő lépésben még közelebb kerülünk az origóhoz, a fázisszög 160 fokra változik, és így tovább láthatjuk azt, hogy egy spirális pályán ez az iteráció bevezeti a pontot az origóba. A jelenség teljesen hasonló minden olyan pontra, ami az egységkörben van. Ezekben az esetekben az iteráció az origóban ér véget, amely az z-négyzetnek egy fix pontja, mégpedig egy stabil fix pontja. Második menetben vizsgáljuk meg az iterációt egy olyan pontból kiindulva, ahol az abszolút érték egynél nagyobb, azaz az egységkörön kívül vagyunk. Most is abszolút értéket négyzetre kell emelni, tehát még távolabb kerülünk az origótól, mint amilyen távol voltunk korábban, a fázisszög továbbra is duplázódik, aztán még távolabb, érezhető, hogy most ugyancsak spirális pályán, de egyre növekvő sugarú spirális pályán a végtelenbe visz minket ez a folyamat. És ez bármely olyan pontra igaz, ami az egységkörön kívül van. A legérdekesebb rész a konvergens és a divergens tartományok határán, azaz az egységkörön van. Ha a kezdeti pontunk abszolút értéke 1, akkor minden további négyzetre emelés után az abszolút érték 1 marad, tehát az iteráció végig ezen a körön fog haladni. Annyi történik csupán, hogy minden lépésben a fázisszöget duplázzuk, egyre nagyobb ugrásokban keringünk az origó körül, az egységsugarú körön, mégpedig érdekes módon nagyon hasonlatosan ahhoz, ahogy egy véletlen szám generátor működik, megszorozzuk az állapotunkat, jelen esetben a fázisszöget, egy egynél nagyobb számmal, és maradékos osztást képzünk, hát most ez a maradékos osztás a 300
60 fokra vonatkoztatható. Tehát, ha a körről indulunk, akkor végig a körön is maradunk, és a kör pontjait fogja az iteráció előállítani, mégpedig össze-vissza ugrálva kaotikus módon. A kört ebben az esetben a z-négyzet függvény attraktorának nevezzük. Attraktor egy olyan halmaz, amiről, hogyha elindítjuk az iterációt, akkor az iteráció végig az attraktor belsejében halad. Az attraktort egy halmaz egyenlettel lehet definiálni formálisan, tehát a H egy halmaz. A halmaz minden pontjára alkalmazzuk az F függvényt, ilyen esetben az z-négyzet függvényt, akkor kapunk egy új pontot, ez az egyenlet azt fejezi ki, hogy a halmaz pontjainak képe összességében éppen magát a halmazt adja vissza, se többet, se kevesebbet. Korábban egyváltozós skalár függvényeknél, amikor az iterációt vizsgáltuk, akkor elkülönítettünk stabil és labilis fixpontokat. A stabil és labilis fixpontok mellett még megjelentek az attraktorok is, amelyek fix halmazok. Tehát a fixpontokhoz hasonlóan bírják azt a tulajdonságot, hogy ha ponttal az attraktoron vagyunk, akkor ott is maradunk. Célunk különböző függvények attraktorainak felrajzolása lesz. Hogy lehet ezt megtenni? Hát az egyik lehetőség az attraktor felrajzolására annak a felismerése, hogy az attraktor divergens és konvergens tartományokat választ el egymástól. Ha az attraktorhoz hozzácsapjuk a konvergens pontokat, akkor a divergens és nem divergens pontokat kell megkülönböztetni, és ebben az esetben például, hogyha a nem divergens pontokat feketére, a divergens pontokat pedig fehérre színezzük ki, akkor egy kitöltött attraktor képéhez juthatunk el. Elméletileg nagyon könnyű eldönteni, hogy egy pont divergense vagy sem, csupán csak ebből a pontból el kell indítani az iterációt, tehát alkalmazni az z-négyzet függvényt, majd az eredményre újra és újra, és hogyha a folyamat a végtelenbe tart, akkor a pont divergens, egyébként pedig nem. Numerikusan nyilván valami engedménnyel fogjuk ezt ellenőrizni, elég sokat iterálunk, majd megnézzük azt, hogy a pontunk elég távol került az origótól. És hogyha ez fönnáll, akkor elhisszük azt, hogyha végtelen sokat iterálnánk, akkor a folyamat valóban a végtelenbe vinne el minket. Ahogy a fixpontoknál megkülönböztettünk stabil és labilis fixpontokat, az attraktorokat is osztályozhatjuk stabil és labilis attraktorként. A definíció ugyanaz, stabil attraktort, ha eltávolítjuk a pontunkat, akkor az visszasonfordál oda, még egy labilis attraktornál akármilyen kis zavar leviszi a pontot az attraktorról, és nem is keveredik vissza az attraktor pontjaihoz. Numerikusan csak abban az esetben van esélyünk előállítani az attraktort egy pontsorozattal, hogyha az stabil, mert különben a legkisebb számítási hiba, akár a számábrázolásból adódó számítási hiba letérít minket az attraktortól. Az z-négyzet függvény esetében az attraktor labilis. Azaz, ha szeretném a mechanikai rendszer analógiáját alkalmazni, akkor a z-négyzethez egy ilyen ábra dukál. A z-négyzet attraktora egy kör, ami egy hegygerincnek felel meg, és innen jobbra is, meg balra is legurulhat a golyóm, hogyha a legkisebb zavar éri oldalról. Lehet mondani azt, hogy el lehet képzelni ezt a szituációt úgy, mint egy vulkánt, akár mint a Fujit, de egy dologban sajátít az analógia, a vulkánoknál, ahogy megyünk a csúcs felé, tipikusan egyre meredekebb hegyoldalon kell fölkapaszkodnunk, még ebben az esetben a helyzet éppen fordított, itt a legkisebb a lejtő, és ahogy távolodunk, akár a vulkán torkának belseje felé, akár pedig a két oldalon egyre meredekebbé és meredekebbé válik. Golyó gurígatással és az z-négyzet függvény iterálásával ezt a kör alakú hegygerincet meglátogatni nem lehet.
Ha sikerülne valamilyen módon kifordítani ezt a függvényt, úgyhogy a hegygerincből völgy, a stabil fixpontból hegycsúcs keletkezzen, akkor viszont már kényelmes helyzetben volnánk, mert akárhonnan is indítjuk el az iterációt, a golyónk lefut erre a körre, és hogyha már egyszer a kör közelében volt, akkor meg is jegyezhetjük azokat a pontokat, amit a golyónk meglátogatott. Kérdés tehát az, hogy hogyan lehet kifordítani egy függvényt, amelynek az attraktora labilis, annak érdekében, hogy a kifordított függvény attraktora stabil legyen. Az attraktor definíciója ez a halmaz egyenlet. Alkalmazzuk erre az attraktor egyenletre annak mindkét oldalára az F inverzét, és ebben az esetben az eredetihez hasonló egyenletet állíthatunk föl, ahol az F szerepét az F inverz veszi át. Ez azt jelenti, hogy ha egy H halmaz egy F függvénynek az attraktora, akkor ugyanez a H halmaz az inverz függvénynek is attraktora. Ami viszont az eredeti függvényben stabil volt, az inverzben labilissá válik és fordítva. Ezt onnan is lehet látni, hogy azon pontok vagy attraktorok minősülnek labilisnak, ahol az abszolút érték derivált egynél nagyobb. Az énézet esetén a origó az egy stabilis fixpont, mert itt a derivált a 2z, az origóban kiértékelve 0, ez valóban egynél kisebb. Az attraktoron a derivált a 2z abszolút értéke 2, ami egynél nagyobb, tehát az attraktor valóban labilis. Ha viszont az inverz függvényt nézzük, akkor emlékezhetünk arra az alapvető összefüggésre, hogyha egy függvény deriváltját ismerjük, akkor az inverz függvény deriváltja ugyanebben a pontban az eredeti függvény deriváltjának reciproka. Tehát ami abszolút értékben egynél nagyobb volt, az egynél kisebbé válik és fordítva. Tehát a megoldás például az Z-négyzet attraktorának előállításához az, hogy nem az Z-négyzet attraktorát állítjuk elő, hanem annak az inverzét, az inverz pedig a plusz-minusz négyzetgyök Z. Az inverz nem lesz függvény, hanem egy kétértékű leképzés, ettől még a attraktor halmaz egyenlete továbbra is értelmezhető, csak most egy pontból nem egy újabb pont keletkezik a kétértékű leképzés alkalmazása során, hanem kettő. De összességében megint az a helyzet, hogy minden pontra alkalmazzuk ezt a kétértékű leképzést, kapunk egy új ponthalmazt, annak az új ponthalmaznak meg kell egyeznie az eredeti ponthalmazzal. A plusz-minusz négyzetgyök Z függvényt is érdemes polár koordinátákban fölírni, mert így közvetlenül geometriai interpretációt kapunk. Tehát amikor négyzetgyököt vonunk egy komplex számból, akkor az abszolút érték négyzetgyökét kell képezni, a fázisszög pedig feleződik, abban az esetben, hogyha a plusz négyzetgyökzét alkalmazzuk, és a fázisszög feleződik, de még hozzá kell adni pi-t a mínusz négyzetgyök eléréséhez. Ezt úgy fogom jelölni, ettől lesz kétértékű leképzés, hogy a fázisszöget felezzük, és még ehhez hozzáadok két értéket, pi-szer nullát, illetve pi-szer egyet. És így egy értékből rögtön kettő keletkezik. Tehát ez a kapcsolzárójel nulla vagy egy azt jelenti, hogy két értéken van, az egyikben ez nulla, a másikban pedig egy. Nézzük meg az iteráció menetét. Lényegében tetszőleges kiindulási pontból elindulva, tehát ez lesz a Z0, és alkalmazzuk rá a plusz-minusz négyzetgyök Z-t. Egy pontból ennek során két újabb pont keletkezik. Két pont között az a különbség, hogy a fázisszögük 180 fokkal eltér egymástól, vagy ezek egymás tükörképei lesznek az origóra. Ez az iteráció első lépése, és mivel az abszolút értékből négyzetgyököt vontunk, ha kívül voltunk az egységkörön, akkor közelebb kerülünk hozzá, és hasonlóképpen, hogyha belül voltunk az egységkörön, akkor az abszolút érték növekedett a négyzetgyök művelet végrehajtása által, tehát megint csak közelebb kerültünk az egységkörhöz. A kapott pontokra újra alkalmazva ezt a kétértékű leképzést, és előbb-utóbb elhihetjük azt, hogy most már az abszolút érték körülbelül egyértékű, tehát az előállított pontok azok tényleg az egységkörön vannak, és innentől pedig minden újabb és újabb iteráció már az egységkör újabb és újabb pontját fogja számunkra megjeleníteni.
ha az iterációs lépés elég nagy, mivel minden lépésben az abszolút érték négyzetgyökét képezzük, az n-edik lépésben az abszolút érték 2 az n-ediken gyökével kell dolgozni, ami 1 lesz lényegében bármilyen pozitív R0-ából kiindulva. Exponenciális sebességgel a kezdeti állapotból az pont abszolút értékének információja eltűnik. Hasonlóképpen eltűnik a kezdeti állapotból a fázisszög információ, ugyanis minden lépésben az előző fázisszöget felezni kell, azaz az n-edik lépésben a kezdeti fázisszög értékét 2 az n-edik n-nel kell osztani, ami elegendően nagy n-re bármilyen phi null mellett elhanyagolhatóvá válik. Emlékeztetnék a káosz azon tulajdonságára, hogy a kezdeti pont pillanatokon belül elveszti a hatását, exponenciálisan elveszti a hatását, most éppen ezt tapasztaljuk. Ami a meglátogatott pont helyét illeti, az fogja meghatározni, hogy az előző lépésekben a plusz négyzetgyökzét, vagy pedig a mínusz négyzetgyökzét alkalmaztuk. Ha a legutolsó lépésben, azaz az n-edik lépésben a plusz négyzetgyökzét alkalmaztuk, akkor itt nem kell hozzáadni pi-t. Ha most a mínusz négyzetgyökzét alkalmaztuk, akkor megjelenik egy pi-szorzó. Ha az előzőben alkalmaztuk, akkor ott is megjelent egy pi-szorzó, de azt azóta feleztük. Az azt megelőzőt azóta negyedeltük, tehát ez az egész kifejezés átrendezhető úgy, mintha ezeket a nullákat és egyeseket egy kettes számrendszerben fölírt számként értelmezzük, ahol a kettedes pont a legutolsó bit előtt helyezkedik el. Tehát attól függően, hogy az utolsó lépésekben mikor volt plusz négyzetgyökzé, és mikor volt mínusz négyzetgyökzé, egy bináris számot kapok, ami 0 és 2 közötti törteket határoz meg, és ezt a bináris számot kell még pi-vel szorozni, hogy a fázisszöghöz eljussak. Hogyha mindig a plusz négyzetgyökzét, meg a mínusz négyzetgyökzét is alkalmazom, akkor az n-edik lépésben az összes n-bites kettes számrendszerbeli kombináció előáll, tehát a 0-2pi tartományban egyenletes sűrűséggel az összes potenciális fázisszöget lefedjük. Tehát a kör minden tartományába az n-től függő sűrűséggel pontokat helyezünk el. Nézzük meg ugyanezt a folyamatot algoritmikus szempontból. Tehát kiindulunk egy Z0 kezdeti pontból, és alkalmazzuk a plusz négyzetgyökzét, kapunk egy új pontot, meg a mínusz négyzetgyökzét, kapunk egy új pontot. Ha a Z0 nem volt rajta az egységkörön, akkor ezekkel a pontokkal még óvatosan kell bánni, meg kell várnunk azt, hogy az iteráció az egységkör közelébe vigyen minket. Tehát az iteráció első néhány lépésének pontjait majd el fogjuk dobni, ezek csak azt a cél szolgálják, hogy az egységkört megközelítsük. Aztán a következő iterációs lépésben megint minden pontból a plusz négyzetgyökzé és a mínusz négyzetgyökzé alkalmazásával 2 új pont keletkezik, és hogyha most már elég mélyen vagyunk, akkor elhisszük azt, hogy az abszolút érték körülbelül 1, tehát az attraktoron vagyunk, innen mindegyik pont hasznossá válik, ezért színeztem ki pirossal. Innentől az abszolút értéket tekinthetjük azonosan egynek, a fázisszögből pedig kiveszik az az eredeti információ, hogy mi volt a kezdeti fázisszög. Egy pontot csak az határoz meg, hogy az előző lépésekben a plusz négyzetgyökzé, vagy pedig a mínusz négyzetgyökzét alkalmaztuk, midőn a kiindulási pontból eljutottunk az adott pontig. Innentől ezeket a lépéseket ismételgetjük, innentől minden pont hasznos lesz, és a pontokat akkor föl is használhatjuk az alakzatunk, hát ebben az esetben a kör kiszínezéséhez. Azért ez a bináris fa az exponenciális méretnövekedésével együtt eléggé elrettentő. Különösen, hogyha figyelembe vesszük, hogy a bináris fa tetejét több szintig igazából nem is használjuk közvetlenül, az csak azt a célt szolgálja, hogy az egységkörhöz eljussunk. A bináris fa méretének exponenciális robbanása miatt előbb-utóbb akár a memóriából is kifuthatunk. Felmerül a kérdés, hogy ezt a
szélességi fa felépítést és bejárást nem lehetne valahogy ügyesen kicserélni valami mélységi bejárással? És a többértékű leképzések közül, azaz a plusz négyzetjögzés, a mínusz négyzetjögzék közül mindig csak egyet változtatni, de olyan ügyesen, hogy az egyetlen egy út által meglátogatott pontok végső soron ugyancsak sűrűn lefedjék a teljes attraktort, anélkül, hogy annak lényeges részei kimaradnának. Próbálkozzunk! Első ötletünk az lehet, hogy a plusz négyzetjögzés a mínusz négyzetjögzék közül csak a plusz négyzetjögzét alkalmazzuk. Ez annyit jelent, hogy a fázisszögben a bináris jegyeknél mindenütt a nullát kell alkalmazni, tehát a fázisszög az n-edik iteráció után úgy fog kinézni, hogy nulla pont és még n-1 darab nulla következik, ami meg van szorozva a pi-vel. Ez lényegében nulla, tehát akárhonnan is indulunk el, a folyamat a nulla fázisszögre, tehát az 1-0 komplex számra fog ráfókuszálni. Második ötletünk az lehet, hogy hát akkor a plusz négyzetjögzé nem vár be, próbálkozzunk a mínusz négyzetjögzével. Ami annyit tesz, hogy mindig egyeseket kell írni a fázisszögbe, tehát minden művelet után a négyzetjög műveletet még mínusz egyel megszorozzuk. A kettes számrendszerben az 1.1111, hogyha elegendően sok bit következik még ezután, az lényegében 2, tehát a két pi fáziszöget fogjuk előállítani, ami a komplex számsíkon ugyancsak az 1-0 pontot jelenti. Tehát a plusz négyzetjögzé önmagában végrehajtott iterációja, és a mínusz négyzetjögzé önmagában végrehajtott iterációja mind egy ponthoz, ebben az esetben ugyanahoz a ponthoz vezet. Ezek nem működtek. Nézzünk egy újabb próbálkozást, amikor most már mind a kettőt használjuk, mondjuk felváltva. Amikor a lépésszám páros, akkor a mínusz négyzetjögzét, amikor a lépésszám páratlan, akkor a plusz négyzetjögzét. Ez azt jelenti a bináris átírásnál, hogy a folyamat két pontra fog rázsugorodni. Az egyikben a fázisszög 1.0101 bináris formában szorozva a pi-vel, ami a 4π/3-nak felel meg, a másik pont, amire a folyamat rázsugorodik, a 0.10102-es számrendszerben szorozva a pi-vel, ami a 2π/3 fázisszög. Azt fogjuk tapasztalni, hogy ez a folyamat határértékben a két kiragadott pont között fog oszcillálni. És juthat eszünkbe számtalan szebbnél szebb gondolat, különböző periódikus stratégiák, annak mindig az lesz az eredménye, hogy amilyen hosszú a periódus, annyi darab pontot fogunk csak a körön kijelölni, és nem fogjuk elérni azt a kívánatos célt, hogy a kör összes pontját megfelelő sűrűséggel lefedjük. Nem feszítem tovább a húrt, elárulom a megoldást. Olyan megoldás kell, hogy a többértékű leképzések közülti választásban, amely nem periódikus, ezt pedig úgy érhetjük el, hogyha a két érték közül véletlenszerűen választunk. A véletlenszerűség megfelelősége abból is látszik, hogyha a 0 és 1 között minden szinten véletlenszerűen választunk, akkor pozitív valószínűséggel akármilyen kombináció előállít, tehát pozitív valószínűséggel a körünk bármely résztartományába fog kerülni pont, és hogyha elegendően sokáig csináljuk ezt a folyamatot, akkor a pozitív valószínűség azt is jelenti, hogy oda kerülni is fog pont. A tanulság ebből a példából az, hogy többértékű leképzéseket mindig ki lehet cserélni a szimuláció során egyértékű leképzéssé, de ebben az esetben a különböző opciók közül véletlenszerűen kell választani. Tehát a bolyongás, ami célban vezet minket, véletlen bolyongás lesz. Az énégyzet függvény attraktora az egységkör. Megismertünk két algoritmust, amely egy kitöltött attraktort, azaz egy kitöltött kört, illetve magát csak az attraktort, azaz egy körvonalat jelenít meg. Meglehetős mazoizmus volna egy kört ezekkel az algoritmusokkal előállítani, ugyanis a körre sokkal egyszerűbb módszerek állnak rendelkezésünkre. De a jó hír az, hogy nem kell különösebben bonyolítani azt a függvényt, hogy a körnél sokkal-sokkal izgalmasabb alakzatokhoz jussunk.
Csupán csak annyiban kell megváltoztatni a függvényünket, hogy az énégyzethez hozzáadunk egy konstanst, amely jelen esetben persze komplex értékű lehet. Annak függvényében, hogy ez a konstans micsoda, rettenetesen változatos, érdekes és különböző alakzatok vagy attraktorok születhetnek meg, amelyeket az ismertetett algoritmusokkal föl tudunk rajzolni. Ezeket a képeket, azaz a Z-négyzet plusz C függvény attraktorait Julia halmazoknak nevezzük egy Gaston Julia nevű francia matematikus után. Nézzük először a kitöltött Julia halmaz fölrajzolását. Az algoritmus pseudokód szinten rendkívül egyszerű. A célunk a komplex számsík egy részének a megjelenítése, és abból a részből a Julia halmazhoz, illetve a konvergens tartományhoz tartozó pontoknak a kiemelése. Tegyünk rá a komplex számsíkra egy kameraablakot, és ez a kameraablak fog megfelelni a képernyőnkön a viewportnak vagy a fényképnek, aminek van egy adott fölbontása. A fénykép egyes pixelein végigmegyünk, visszatranszformáljuk a pixeleket világkoordináta rendszerbe, jelen esetben a komplex számsíkra, és ezek után azt mondhatjuk, hogy minden pixel alatt a komplex számsík egy adott pontja vagy komplex száma áll, és erre a számra fogjuk eldönteni azt, hogy az a C komplex számmal azonosított Julia halmaz attraktorában, illetve konvergens tartományában van-e vagy sem. Tehát a kitöltött Julia halmaz rajzoló függvényünk megkapja a komplex számot, ami a adott Julia halmazt kijelöli. Végigmegyünk a fényképünk összes pixelén egyenként. Egy adott XY koordinátájú pixelhez a kameratranszformáció inverzével visszalépünk a komplex számsíkra, és meghatározzuk azt az Z komplex számot, ami a pixel középpont alatt van, és akkor kezdődik az iteráció, azt kell eldöntenünk, hogy az Z négyzet plusz C divergense vagy sem. Ha nem is végtelen sokáig, de jó sokáig iteráljuk a Z négyzet plusz C kifejezést, majd a végén ellenőrizzük, hogy divergáltunk-e, azaz elegendően távolra kerültünk az origótól. Az Z abszolút értéke meghalad-e egy küszöböt, amit ebben az esetben végtelennek kinevezünk. Ha nem halad meg, akkor a pontunk a konvergens tartományban, vagy az attraktorban van, ezért az adott pixelt feketére színezzük ki, ha pedig meghalad, akkor a pont a divergens tartományban van, és ezért meghagyjuk fehéren. Ültessük át a megoldásunkat GPU-ra. Az algoritmusunknak a viewport egyes pixelein kell végigmennie. És minden pixelnél az iterációval ellenőrizni, hogy az a pixel, illetve a pixelhez tartozó komplex szám divergens vagy nem divergens tartományhoz tartozik-e. Egy adott pixelre végrehajtott iterációt, ami a pixel színét meghatározza, célszerű a pixel shaderben megvalósítani, és a pixel shader éppen azt teszi, hogy a pixel tulajdonságai alapján kiszámítja annak a színét. Ha a pixel shaderre bízzuk a pixel, illetve komplex szám tulajdonságának a meghatározását, akkor a megjelenítési csővezeték többi részének csupán csak az a feladata, hogy megszólítsa a kameraablakunk összes pixelét, tehát egy olyan geometriát kell végigküldeni a megjelenítési csővezetéken, ami a viewport összes pixelét lefedi. Célszerűen egyszer, mert felesleges ugyanazt a pixelt többször újra számolni. A legkézenfekvőbb geometria, ami a viewportot egyszeresen lefedi, az a teljes viewportot lefedő téglalap, ami normalizált eszközkoordináta rendszerben -1, 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
CPU-nak, és amikor fel akarjuk rajzoltatni a téglalapunkat, és a téglalappal együtt a téglalaphoz tartozó Julia halmaz részt, akkor ezt a négy pontot kell a csővezetéken végigküldeni, kijelentve, hogy a négy pontra egy téglalapot kell illeszteni, amit úgy tehetünk meg, hogy a drawerész függvénynek triangle fent adunk meg a négy csúcspontot a legelejéről, rajzoljuk föl, és összesen négy csúcspontunk van. A vertex shader feladata általában a pont áttransformálása normalizált eszköz koordináta rendszerbe.
Most a pontunk eleve normalizált eszközkoordináta rendszerben van, tehát csupán csak annyi a dolgunk, hogy az XY koordinátákhoz még hozzátegyük a Z koordinátát, ami azonosan egyenlő nullával, és a DK koordinátákat átváltsuk homogén koordinátákká, ami egy negyedik egyes hozzápasszolását jelenti, és az eredményt rögtön ki is írhatjuk a GL Position kimeneti regiszterbe, mert ez ténylegesen homogén koordinátákban meghatározottan normalizált eszközkoordináta rendszerbe értelmezett adat. Másrészt, amikor majd a pixel shader lefut egy adott pixelre, akkor a pixel shader értesíteni kell arról is, hogy ez a pixel melyik komplex számnak felel meg. Ezt úgy érhetjük el, hogy a vertex shaderben a téglalapunk csúcspontjaihoz kiszámítjuk, hogy az a négy csúcspont milyen komplex számnak felel meg, majd a GPU interpolációs egységére bízzuk, hogy a belső pixelek számára ugyanezt az információt interpolálják. Hogy a négy csúcsponthoz mely komplex számok tartoznak, a kamera beállítása határozza meg, tehát van két uniform paraméterünk, a kamera téglalapunk középpontja és a kameránk szélessége és magassága ugyancsak összefogható egy VEC2 struktúrába. A kamera méret és a kamera középpont alapján a normalizált eszközkoordináta rendszerbeli koordináták felhasználásával ez a transformáció ezzel az egyszerű képlettel meghatározható. Ez az E0, az adott pixelben a iteráció kezdete, a vertex shadernek kimeneti adata lesz. A kimeneti adatokat a GPU hardware automatikusan interpolálja, és amikor megérkezünk a pixel shaderbe, akkor ez a Z0 a vertex shader kimeneti adatának interpolált változata lesz, tehát minden pixel megkapja azt, hogy hozzá melyik komplex szám tartozik. A Z4Z+C iterációt innen kell elindítani, a Z komplex számunkat az E0-ra inicializáljuk. Vegyük észre, hogy általában a komplex számokat VEC2 struktúrával reprezentáljuk GLSL programban. A GLSL az nem objektumorientált abban az értelemben, hogy itt új osztályokat nem lehet bevezetni, viszont a VEC2 nagyjából alkalmas a komplex szám leírására. Összeadás, kivonás, abszolút érték négyzetképzés például egy az egybe alkalmazható, a szorzás nem, azt speciálisan kell kezelni. Tehát elindulunk az E0-tól, és alkalmazzuk az iterációt mondjuk 1000-szer. A Z4Z+C számításánál, mivel nem VEC2-ről van valójában szó, hanem egy komplex számról, nem használhatjuk közvetlenül az Z-szer Z+C kifejezést, hanem a négyzetre emelésnél ki kell használnunk azt, hogy egy komplex szám négyzetének valós része, a valós részek négyzete mínusz a képzetes részek négyzete, az imaginárius rész pedig a valós és képzetes részek szorzatának a duplája. Tehát ez lesz az E-négyzet, amihez hozzáadjuk a C komplex számot, ami most a megjelenítendő Julia halmazt azonosítja, ez a pixel shader szintjén egy uniform változó lesz. Amikor az iteráció jó sokszor megtörténik, akkor már csak azt kell ellenőrizni, hogy divergáltunk-e, tehát megfelelően messzire kerültünk az origótól, kiszámíthatjuk a komplex számunk abszolút értékét, ebben az esetben a skaláris szorzással az abszolút érték négyzetét, és azt hasonlítjuk össze valamilyen nagyobb számmal, ebben az esetben 100-zal, és azt mondjuk, hogy ha ezt a határt a abszolút érték megharadja, akkor feltételezhetően a folyamat divergens lesz, egyébként pedig nem. Tehát ha nem divergens, akkor feketére színezzük ki a pixelt, egyébként pedig fehérre. Néhány képet mutatok, amelyek meglepő módon színesek, holott a Julia halmaz az egy halmaz, tehát itt egy pixelt kétfélé lehet osztályozni, ennek megfelelően feketére vagy fehérre lehet kiszínezni. A színek ebben az esetben abból származnak, hogy a számításnál úgy is megnézzük, hogy milyen gyorsan divergál az iteráció, tehát például 1000 iteráció után milyen távolra jutunk el az origótól, és ezt a távolságot lehet felhasználni a színkódolásnak a meghatározásához.
A képeket az különbözteti meg egymástól, hogy milyen C-komplex számból indultunk ki, ami az adott Julia halmaz definiálja, itt pedig ezt a komplex számot, ezt a C-komplex számot változtatjuk folyamatosan az időbe. Nézzük meg ugyanezt akció közben is. Ahová a kurzort teszem, az alatti komplex szám fogja a Julia halmaz C paraméterét meghatározni, így interaktíven választhatok a különböző lehetőségek között. Tehát amikor ez nulla, akkor a körnél vagyok, aztán hogyha elkezdem ezt változtatni, akkor a különböző kitöltött Julia halmazok jönnek elő, és közben a jobboldali képen mindig látjuk azt a komplex számot, amely felelős ezen Julia halmaz előállításáért. A Julia halmaz az E+C függvény attraktora. Valójában az E+C-ben semmiféle különlegesség nincsen, bármely más reguláris, azaz deriválható komplex függvény alkalmas arra, hogy attraktort hozzon létre. Nézzük például a E a C+C-t, ahol a C egy konstans komplex szám, amit most ugyancsak a kurzorral tudok szabályozni, vagy pedig a koszinusz Z+C-t, vagy bármilyen más hasonszőrű komplex függvényt. Ha az attraktor stabil, akkor annak a pontjait, és csak az attraktor pontjait a konvergens pontok nélkül előállíthatjuk úgy is, hogy egy tetszőleges pontból elindítjuk az iterációt, az első valahány pontot, amely azt a célt szolgálja, hogy megközelítsük az attraktort, eldobjuk, majd innentől kezdve minden újabb és újabb pontot átszínezünk, kijelentve, hogy azok már az attraktoron ugrándoznak. Ha ezt a Julia halmazra szeretnénk alkalmazni, hogy a Julia halmaz attraktorát felrajzolhassuk, az első dolog, amivel szembesülünk, hogy a Julia halmaz attraktora labilis. A megoldást láttuk, nem az eredeti függvényt, ebben az esetben az E+C-t kell iterálni, hanem az inverzét, ugyanis az inverz függvény ugyanolyan attraktorral rendelkezik, mint az eredeti, de ha az eredetinek az attraktora labilis volt, akkor az inverz esetben stabillá válik. Az E+C inverze nem függvény valójában, hanem egy kétértékű leképzés a plusz-minusz négyzet jobb Z-C. Azt is megállapítottuk, hogy ilyen esetben a leképzés két értéke közül elegendő egyet választani, amennyiben a választás véletlenszerűen történik. Az iterációt ugyan bármely pontból elindíthatjuk, de az első pár pontról le kell mondanunk, amennyiben a kezdőpont nem az attraktoron volt. A pontok eldobálását megúszhatjuk, ha olyan ügyesen választjuk meg a kezdeti pontot, hogy az már az attraktoron van, ugyanis innentől minden pont most már nagy nyugalommal hozzáadható az attraktorhoz, azaz kiszínezhető, midőn bolyogunk a komplex síkon. Az attraktor azon pontok halmaza, amelyeket az F-függvénynek alávetve az attraktor halmazát kapjuk vissza. Ebből következőleg az F-függvény fix pontja automatikusan része az attraktornak. Tehát a F vagy akár az F inverz, ebben a tekintetben mindegy, fix pontját, ha több van, akkor egy tetszőleges fix pontját kiválaszthatjuk kezdeti értéknek, és onnan aztán nyugodtan indíthatjuk az iterációt. Tehát ezt a másodfokú, komplex, együtthatós egyenletet kell megoldani, ennek mindig van két nem feltétlen különböző gyöke, amiből az egyiket kiválasztjuk kezdeti értéknek. A programunk pseudokódja, tehát összefoglalva a következőképpen néz ki, a Z kezdeti állapotot, amelyből majd a bolyongást indítjuk, a Z egyenlő Z nézet plusz C egyenlet egyik gyökeként inicializáljuk, majd elindítjuk a bolyongást, ezt elvileg végtelen sokáig kell csinálni, de hát nyilván elegendően sok próba után ezt terminálhatjuk. Arra semmi garanciánk nincsen, hogy a bolyongás mindig a kameraablak belsejében zajlik. Ez a bolyongás a teljes attraktort meg fogja látogatni, azokat a részeket is, amelyek kívülesnek a kameraablakon. Tehát először is ellenőrizzük, hogy az aktuális komplex számunk
az ablak belsejében van-e, mert ekkor kell csak rajzolni bármely pixelt. Ha belsejében van, akkor megkeressük azt a pixelt, ami az adott komplex számhoz kapcsolódik a kamera transformáció által, és azt átszínezzük feketére. Függetlenül attól, hogy az adott pont belül volt-e az ablakon vagy sem, folytatni kell a bolyongást. A kétértékű leképzés alkalmazása során azt csináljuk, hogy véletlenszerűen választunk a két érték között, tehát először is komplex aritmetikát alkalmazva kiszámoljuk a plusz négyzetgyök z-c-t, ami az inverz függvény, és utána 50% valószínűséggel megváltoztatjuk annak az előjelét. Ez az implementáció feltételező, hogy van egy random függvényünk, ami a 0-1 intervallumban egyenletes eloszlású véletlen számokat generál. A for ciklus folyamatosan előállítja a pontjainkat, amelyek egy véletlen bolyongásként bejárják az attraktort, és az attraktor ablakon belüli részeit pedig ki fogjuk színezni. Nézzük meg ezt is akció közben. Ha a C nulla, akkor az attraktor a kör, és most is a kurzorral fogom vezérelni a komplex számot, amihez tartozó Julia halmaz attraktora megjelenik a képernyőn. Elmozdulunk az origótól, érdekes alakzatok tűnnek föl, és hogy így játszok vele, elmesélem, hogy egy Benoit Mandelbrot nevű úriember hasonló kísérleteket végzett, és elgondolkozott azon, hogy mi lehet az oka annak, hogy néha, mint például jelen esetben, a Julia halmaz lényegében különálló pontoknak az összessége, más esetekben, például most, pedig összefüggő halmaz, amelynek bármely pontjáról bármely másik pontja elérhető, anélkül, hogy kilépnénk a halmaz belsejéből. Az említett Benoit Mandelbrot vizsgálatai után definiálta a C komplex számok azon halmazát, amelyek mellett az E négyzet plusz C Julia halmaz összefüggő. Ezt nevezzük ma Mandelbrot halmaznak. A Mandelbrot halmaz képét itt látjuk. Az alakzat fraktális, azaz az egyes pontjai környezetében belezúmolhatunk, és mindig újabb és újabb részletek tűnnek föl, sohasem egyszerűsödik le az ábra, de ugyanakkor nem önhasonló, tehát ahogy egy pontra rázúmolunk, egy sohasem ismétlődő, végtelen változatos alakzatsorozatot kapunk, ráadásul ez a végtelen alakzatsorozat minden kiindulási pontra más és más. Elvileg, ha egy pontra végtelen mértékben rá tudnánk zoomolni, akkor ott a pont környezetében azon Julia halmaz tárulna föl, amelyhez tartozó komplex számot éppen a zoom pontja jelenti. A Mandelbrot halmaznak a változatossága tényleg határtalan. Gyakran az ember által ismert legbonyolultabb geometriának is nevezik. Ami azért megdöbbentő, hogy ha arra gondolunk, hogy voltak éppen az előállításához egy szorzás és egy összeadás ismételgetése szükséges. Nézzük meg, hogyan lehet a Mandelbrot halmazt fölrajzolni. A definíció alapján nem könnyen, mert ha a definíciót közvetlenül alkalmaznám, akkor minden egyes C-komplex számhoz először a Julia halmazt kellene meghatározni, majd a Julia halmazról dönteni kell, hogy vajon az összefüggő vagy sem. És akkor ennek megfelelően lehetne a Mandelbrot halmaz pontját kiszínezni. Szerencsére van egy sokkal egyszerűbb módszer arra, hogy a Mandelbrot halmazt fölrajzoljuk. Ehhez a módszerhez az iteráció során előálló alakzatok topológiai vizsgálatával juthatunk el. Figyeljük meg, hogy az összefüggő Julia halmaznál a külső határ lényegében egy körszerű alakzat, amint körbe mehetünk, és eljutunk ugyanoda, ahonnan indultunk. Nem összefüggő Julia halmaznál ilyen egyetlen határgörbe nem ismerhető föl. Vizsgáljuk meg tehát, hogyan alakul a külső határ becslése, midőn a iterációs folyamatot végrehajtjuk. Nem az E-négyzet plusz C-t fogjuk iterálni, hanem annak az inverzét, mivel az E-négyzet plusz C attraktora labilis, így csak az inverz iterálásával van esélyünk arra, hogy a folyamat az attraktorhoz fog konvergálni.
Ekkor viszont az attraktor stabil, tehát akármilyen pontból indulunk is el, a iteráció meg fogja közelíteni az attraktort. Most nem különálló pontokra iterálunk, hanem egy teljes halmazra. Ez a lényeget nem érinti, mert a halmaz minden pontjára teljesülnie kell annak a feltételnek, hogy ez a pont az iteráció során egyre közelebb és közelebb kerül az attraktorhoz. Induljunk ki egy jó nagy körből, ezt nevezem H0-nak, amely kezdetben biztosan tartalmazza az attraktor összes pontját. És ezen H0 körlemez összes pontjára alkalmazzuk a plusz-minusz nézetgyök Z-C kétértékű leképzést. Ennek során az attraktor pontjaiból ugyancsak az attraktor pontjai állnak elő, ugyanis éppen ez az attraktornak a definíciója, hogyha alkalmazzuk az attraktor pontjaira a függvényt, akkor ez a leképzés nem vezethet ki az attraktor halmazból. Az attraktoron kívüli pontok egy részét viszont elveszítjük, azért, mert a pont képe közelebb lesz az attraktorhoz, mint ahogy az eredeti pont volt. Tehát, ha egy teljes körlemezre egy iterációs lépést végrehajtunk, és a körlemez korábban teljes egészébe tartalmazta az attraktort, akkor egy újabb halmazt kapunk, amely továbbra is tartalmazza a teljes attraktort, de attraktoron kívüli pontból pedig kevesebb lesz benne, azaz kívülről ez a körvonal szépen zsugorodik rá az attraktor halmazra. A kérdés tehát az, hogy a zsugorodás során a kör határa megtartja-e eredeti topológiai tulajdonságait, miszerint körbejárható, vagy valamikor ez a kör szétesik és különálló pontok összességévé válik. Ennek eldöntéséhez a kör határára a függvényünket, a plusz-minusz nézetgyök Z-C-t kell végrehajtani. Köszönhetően annak, hogy a komplex számok műveletei geometriai interpretációval ruházhatók föl, ezt a műveletet grafikusan is szemléltethetjük. Először is minden halmazbeli pontból ki kell vonnunk ezt a C komplex számot. Először azt az esetet vizsgáljuk, amikor a C a HN körszerű alakzat belsejébe található. Egy komplex szám kivonása az egy eltolás, aminek során a C komplex szám bemegy az origóba, tehát a teljes körszerű alakzatunkat eltoljuk ennek megfelelően. Majd jön a négyzetgyökvonás, először a plusz négyzetgyök Z műveletet vizsgáljuk. A négyzetgyökvonás az abszolút értékre egy valós szám négyzetgyökének a képzése, a fázisszög pedig egy komplex szám négyzetgyökének kiszámítása során feleződik. Például a körszerű alakzatunk ezen pontja, ami egy valós szám lesz, képe a plusz négyzetgyök Z végrehajtása során ugyancsak valós szám lesz, amely hát vagy közelebb van az origóhoz, vagy távolabb van tőle, attól függően, hogy az eredeti komplex számunk abszolút értéke egynél kisebb vagy egynél nagyobb volt. Ha elindulunk fölfelé ezen a körszerű alakzaton, akkor ennek a pontnak lesz valamilyen abszolút értéke, amiből négyzetgyeket kell vonni, ennek megfelelően vagy közelebb, vagy távolabb kerülünk az origótól, de ennél lényegesebb az, hogy a fázisszög feleződik, tehát ebből a pontból, hogyha felezve a fázisszöget, körülbelül ez az irány keletkezik, tehát a kép valahol ezen az félegyenesen lesz. Tehát ahogy megyünk körbe, végére érünk ennek a körnek, és a fázisszög 360 fok lesz, akkor annak a fele 180, tehát a kép valahova ide kerül. Összességében ebből a körszerű alakzatból a plusz négyzetgyök Z-C a 0-180 fok közötti fázisszögekkel állít elő egy félkörszerű alakzatot. A leképzésünk kétértékű leképzés, tehát hozzá kell venni még a mínusz négyzetgyök Z-C alkalmazásával kapott pontokat is, ami semmi más, mint ennek az alakzatnak a tükörképe az origóra. Tehát a teljes kép két félkörszerű alakzat lesz, ami összességében ugyanolyan körszerű alakzat, mint amiből kiindultunk. Most nézzük a másik esetet, amikor is a C komplex szám az adott határbecslésen kívül van.
Most is először ki kell vonnunk a HN halmaz komplex számaiból a C-t, ami egy eltolást jelent. Tehát el kell tolnunk az alakzatot úgy, hogy a C az origóba kerüljön, akkor ennek megfelelően ez a körszerű alakzat ebbe a zöld körszerű alakzatba megy át. És akkor jön a plusz négyzetgyök Z. A geometriai jelentést már ismerjük, tehát a távolság az origótól vagy nő, vagy csökken, attól függően, hogy egynél kisebb vagy nagyobb a pont abszolút értéke. A lényeg az, hogy a fázisszög mindig feleződik, tehát hogyha itt volt valamilyen kis fázisszög, akkor az még kisebb lesz. Itt volt valamilyen 90 fok körüli fázisszög, abból 45 fokos fázisszög lesz, tehát ebből összességében a plusz négyzetgyök Z mínusz C egy ilyen alakzatot hoz létre. A mínusz négyzetgyök Z pedig ennek a tükörképe az origóra. Amikor is azt figyelhetjük meg, hogy az eredeti körszerű alakzatunkból két darab különálló körszerű alakzat keletkezett. Hát éppen ez a vizsgálatunknak a tárgya, éppen ezt az esetet keressük, hogy mikor szakad szét a körszerű alakzatunk több részre, mikor lesz a Julia halmaz nem összefüggő, hanem különálló pontoknak az összessége. Hát akkor, hogyha ilyen szituáció bármikor is előfordul, ez a H1, H2, stb. Sorozat az attraktorra kívülről zsugorodik rá. Akkor nem fordulhat elő, hogy bármikor is elvesztené a H halmaz a C komplexámot, hogyha a kívülről zsugorodás során a C soha nem kerülhet kívülre, azaz a C vagy az attraktornak a része, vagy pedig az attraktor által körbevett stabil tartománynak, vagy konvergens tartománynak a része. Ezt össze is foglalhatjuk. Tehát az eredeti Mandelbrot halmazunk definíciója úgy szólt, hogy azon komplex számok tartoznak hozzá, ahol a Z négyzet plusz C Julia halmaz összefüggő. A Z négyzet plusz C Julia halmaz akkor az előzőek szerint akkor lesz összefüggő a C komplex szám, vagy önmagában része a Julia halmaznak, vagy pedig az attraktor belsejében lévő konvergens tartományban van. Ami megfordítva annyit tesz, hogyha elindítjuk a Z négyzet plusz C iterációt a C-ből kiindulva, akkor a folyamat nem lesz divergens. És ezt viszont sokkal könnyebb kiszámolni. Az érdekesség az, hogy ez a vizsgálat nagyon-nagyon hasonló az eredeti Julia halmaz kiszámításánál alkalmazott iterációhoz. A különbség lényegében az, hogy amikor a Julia halmazt rajzoltuk föl, akkor ez a C komplex szám a halmazunk összes pontjára ugyanolyan értékű volt, és azt vizsgáltuk, hogyha a komplex számból indulunk el, akkor a folyamat divergense vagy sem. Most pedig ez a C komplex szám nem konstans, hanem az iteráció kezdeti pontjának megfelelő. A kitöltött Julia halmaznál alkalmazott iterációval való hasonlatosság miatt az a program pseudokód szinten is, amely a Mandelbrot halmaz fölrajzolja, nagyon hasonlít a Julia halmaz előállításához. Tehát a komplex számsíkra most is ráteszünk egy ablakot, amely ablak a képernyőn megfelel egy adott felbontású képnek. Végigmegyünk a képernyő pixelein, minden XY fizikai pixelhez visszatranszformáljuk a pontunkat világkoordinátarendszerben. Jelen pillanatban ez a világkoordinátarendszer a komplex számsík, tehát a transformáció eredményeképpen egy komplex számot kapunk, ami a pixel alatt van a komplex számsíkon. Ez lesz a C komplex szám. Erről a C-ről kell eldöntenünk azt, hogy az a Mandelbrot halmaz része-e vagy sem, és akkor ennek megfelelően színezhetjük ki a viewportunk pixeleit. Az eldöntéshez a Z négyzet plusz C-t kell iterálni, mégpedig a C-ből elindulva. Gyakran ezt úgy szokták implementálni, hogy nem a C-ből, hanem a nullából indítják az iterációt. A kettő között semmilyen különbség nincsen, ugyanis az első iterációs lépés a nullából éppen a C-t generálja. Az iterációt elegendően sokáig csináljuk, és hogyha ennek következtében elegendően távolra kerülünk az origótól, akkor feltételezzük, hogy egy divergens pontról van szó. Ezt lehet egy picit precízebben is csinálni.
Ha kilépünk ezzel az iterációval a kettősugarú körből, akkor a kocka el van vetve, akkor biztosak lehetünk benne, hogy innentől a folyamat már biztosan divergens, tehát nem kell tovább ismételgetni az iterációt. Végtelen, ha úgy tetszik, a kettőnél van. Ha a folyamat nem divergens, akkor feketére színezzük ki az adott pixelt, mert a hozzátartozó C komplexszám a Mandelbrot halmaznak a része, egyébként pedig marad fehéren. A GPU implementáció is nagyon hasonlít a kitöltött Julia halmazt előállító programhoz. Megint egy teljes viewportot lefedő téglalapot küldünk végig a csővezetéken. A csúcspont árnyaló program egyrészt, mint általában, kitölti a GL Position Registert a pont normalizált eszközkoordináta rendszerbeli helye alapján. A megadott pontok már közvetlenül normalizált eszközkoordináta rendszerben vannak, tehát csak a Z egyenlő 0-át és a VV egyenlő 1-et kell hozzáadni a kapott pontokhoz. Továbbá a normalizált eszközkoordináta rendszerből visszatransformáljuk a kapott pontunkat a komplex számsíkra. A hardware rasterizálja ezt a téglalapot, és midőn a belső pontokat meglátogatja, ezt a C komplex számot, amit egy kimeneti regiszterbe írunk, interpolálja, tehát a pixel shader végrehajtása során a bemeneti regiszterben azt a C komplex számot kapjuk meg, amely a pixelhez hozzátartozik. Az iterációt a C komplex számról indítjuk el, és iteráljuk a Z négyzet plusz C-t. Ahogy a Julia halmaznál is láttuk, persze a Z négyzet függvény kiszámításánál a komplex aritmetikát kell alkalmaznunk, nem pedig azt, amit a GLSL a VEC2-re alapértelmezésben megvalósít. Ha bármikor is kiléptünk a kettősugarú körből, akkor a C komplexám biztosan a divergens tartományban van, tehát ki is ugorhatunk. Másrészt pedig, ha szeretnénk kiszínezni ezt az alakzatot, akkor azt az információt lehet a szín kiszámítására felhasználni, hogy hányadik lépésben ugrottunk ki a kettősugarú körből. Most egyszerű fekete-fehér Mandelbrot halmaz rajzolunk föl, tehát hogyha sohasem ugortunk ki, azaz az attraktorhoz vagy a konvergens tartományhoz tartozik a C komplex szám, akkor feketével töltjük ki a pixelünket, egyébként pedig fehérrel. Működés közben ez így néz ki. A Mandelbrot rajzoló programunknak nincsen bemenete, szemben a Julia rajzoló programmal, ahol a C komplex számot a felhasználó interfészen állítgathattuk. Itt annyit tehetek, hogy rázoomolok a Mandelbrot halmaznak részeire, gumi négyszög technikával, és amit ott látok, azt akkor a program kinagyítja. A szín, miként említettem, annak a függvénye, hogy hányat kell iterálni ahhoz, hogy a kettősugarú körből kilépjünk. De milyen jó volna ezt háromdimenzióban általánosítani. Első látásra az általánosítás kézenfekvő, mert egy kitöltött Julia halmazhoz csak arra volna szükség, hogy akkor most a háromdimenziós komplex számokra egyenként eldönthessük, hogy a Z négyzet plusz C, ahol a C egy másik háromdimenziós komplex szám, iterációja divergense vagy sem. A háromdimenziós Mandelbrot halmazhoz pedig azon C komplex számok tartoznának, ahol a C-ről indítva az E négyzet plusz C iterációt a folyamat nem divergens. A probléma ezzel az, hogy a komplex számokat nem lehet háromdimenzióban általánosítani úgy, hogy a szorzás szokásos tulajdonságai, tehát például asszociativitás vagy kommutativitás megmaradjon. Emlékezzünk vissza, négy dimenzióban a kvaterniók segítségével lehet általánosítani úgy, hogy legalább a szorzás asszociativitása fönnáll. Tehát négy dimenzióban könnyebb az általánosítás, mint három dimenzióban. Persze, ha nem ragaszkodunk a szorzás kommutativitásához és asszociativitásához, akkor a komplex számok szorzása valamilyen módon definiálható, így akkor persze a szorzás definíciójának függvényében három dimenzióban is föl lehet rajzolni Julia halmazokat vagy Mandelbrot halmazokat. Ezt a halmazt nevezik Mandelbabnak, amit ez a valós idejű sugárkövető alkalmazás bemutatott.
Ezzel végére is értünk a komplex számsíkon végrehajtott, kaotikus mozgással előállított alakzatok tárgyalásának. Régi barátaink, a Julia vagy Mandelbrot halmaz tulajdonságait ismertük meg egy kicsit mélyebben. Köszönöm a figyelmet!